A borgazdaság jövőjének alapja az ágazat szereplőinek együttműködése és a tudás. Ezért fontos a kutatásfejlesztéssel foglalkozó intézmények munkájának összehangolása. Emelte ki dr. Feldman Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára, az Országos Szőlészeti és Borászati Konferencia nyitónapján Egerben. Feldman Zsolt beszámolt a kutatóintézetek összevonásáról, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Kutatóközpont létrehozásáról. A következő időszakban olyan fejlesztéseket, olyan létesítményeket és olyan kutatói kapacitásokat szeretnénk bővíteni, amelyek azt teszik lehetővé, hogy a lehető legszélesebb körben a vírusmentes szaporítóanyagtól a szaktanácsadásig tudjunk a szőlészborász ágazat számára, termelők és borászok számára egyaránt olyan szakmai támaszt nyújtani, amely segíti az ő munkájukat. A Kecskeméti és a Badacsonyi Kutatóintézet már a központ részeként működik, és még a tavasszal ide csatolják a Pécsi intézetet. A helyettes államtitkár az EGRI Kutatóintézet sorsáról csak annyit mondott, még folynak a tárgyalások. A 250 szakember részvételével zajló háromnapos konferencia főszervezője az Eszterházy Károly Főiskola és a Corvinus Egyetem. A termelőket a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa képviseli. A szervezet elnöke Tornai Tamás és az ágazati szereplők együttműködését szorgalmazta az új piacok kialakításában. Az export igények kiszolgálására a termelőknek közösen kell megoldást találniuk. Arról van szó, hogy hol találjuk meg azt a közös üzenetet, amelyben akár egybe csomagolva, de az adott piacnak megfelelő borokat összeválogatva tudunk megjelenni, ahol közös üzeneteket tudunk mondani. A konferencia része a hegybírók továbbképzésének is, a szakmapolitikai témákon túl a termőhelyek, szőlőfajták kapcsolatáról, valamint az eredetvédelmi kérdésekről is tanácskoznak a szakemberek.